Itt vagyunk a BME egyetemi napokon, és perceken belül kezdődik a Bagosi Brothers Company koncertje itt a Nagy Sátorban. Itt is van velem Bagosi Norbi. Norbi, rendkívüli számokat hoztok mostanában, azon felül ugye rendkívüli zeneszámokat. 50 ezer Facebook követő, 20 ezer Instagram követő, és meglett az első 10 milliós YouTube látogatottságú dalotok, videoklipeteket. Hogy élitek ezt meg? Mert mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen rendkívüli berobbanás. Nagyon-nagyon örülünk neki, minden esetre mindig az volt, tehát legelőször mindig kisebb célokat tűztünk ki, aztán szép lassan egyre nagyobbakat, és tényleg most, amikor néztük a Facebookon, elértük az 50 ezer követőt, akkor hát igazából tényleg az ilyen pozitív sokként ért, és hogy akkor tényleg megvan, és akkor most ennél még nagyobbat kell álmodni, mert akkor válhat legalább a fele valóra. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a közönségnek, hogy ennyire szeret bennünket, meg velünk együtt vannak, és hát mi próbáljuk magunkból kihozni a legeslegjobbat, reméljük, hogy így is lesz. De akkor mi lehet ennek az álomnak legalább a fele, amit kihoznátok magatokból? Nem tudom, hát most már ezen felül nagyon-nagyon szeretnénk majd egy teltházas aréna koncertet adni, minél izgalmasabb dalokat és lemezeket kihozni, tehát ne legyen az, hogy mondjuk egyik dalunk befutott, és akkor még egy olyan csinálni, hanem rengeteget kísérletezni új dolgokkal, aztán reméljük, hogy bejön. Igazából ez egy nagy álom, hogy az jöjjön be, amikor újat szeretnénk csinálni. Ugye az Olyan Nő című nótátok a 10 milliós, van már a fejedben még egy olyan nő? Duett nincs a fejemben, most jelenleg egyáltalán, hanem most pont az, amiről az előbb beszéltem, hogy teljesen más dalt szeretnénk újakat kihozni, mint amilyen az Olyan Nő, hogy lássuk, hogy az arra mennyire kapható a közönség. De úgy gondoljuk, hogy mivel alapjáraton egy hullám hosszon vagyunk a saját közönségünkkel, ezért ha valamit mi szeretünk, akkor reméljük, hogy ők is fogják szeretni, úgyhogy izgalmasan várjuk majd, hogy mi lesz belőle. Végig toltátok a fesztivál szezont, és mondhatjuk azt, hogy ez az egyetemi napok is egyfajta fesztivál, de én azt gondolnám, hogy mégiscsak picit bensőségesebb, picit közelebb lehetnek hozzátok az egyetemisták, a rajongók. Hogyan élitek meg az ilyesfajta koncerteket, mondjuk egy nagy, mondjuk akár volt, vagy strandfesztiválos koncerthez képest? Ezek a koncertek mindig nagyon jól szoktak sikerülni, mert tényleg az van, hogy általában az a korosztály, elvileg ez a korosztály is szeret a legjobban, amit lehet követni a platformokon, de ez a korosztály közé tényleg el tudja engedni magát, és önfelett tud bulizni a közönség sorai között, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. Ha már fesztiválokat említettem, ugye a Strandfesztiválon a Petőfi Zenei Díjátadó Gálán megkaptátok az év akusztikus koncertje díjat. Hogyan éltétek ezt meg, és áll a kérdés, hogy nem gondolkodtok esetleg abban, hogy újabb és újabb akusztikus koncerteket adjatok a jövőben? Biztosan fogunk még ilyen koncert sorozatot akár szervezni, vagy készíteni. Most még egyelőre nem, talán majd a jövőben, most egyelőre szimfonikus turné koncert sorozattal készülünk. Az a más a mi akusztik koncertjeinken szerintem, amiért tényleg elérdemelhettük ezt a díjat, és nagyon köszönjük így utólag még egyszer, mert tényleg minden egyes dalt próbálunk átdolgozni. Ez nem csak az van, hogy az elektromos hangszerek helyett akusztikus hangszerekkel játszódjuk, hanem egy picit más formában, más mondani valóval ruházzuk fel a dalokat. Mondjuk például Sanyiból Sándor lett, én úgy mondtam, megérett picit a szövegvilága. Hogyan készültek a szimfonikus koncertekre? Ugye ez majd szeptember után, majd talán októbertől kezdődnek. Már nagyjából zajlanak a próba folyamatok? Igen, csináltunk egy Sepsiszentgyörgyön egy próba koncertet, ha úgy tetszik, tehát ott debütált, és akkor egész nyárra nyilván parkolópályára állítottuk, ha Eurika Pop Orkesztrával dolgozunk együtt, és fúvósok, vonósok, mindenféle izgi dolog. Mondjuk úgy, hogy az akusztikus, minimál átdolgozott dalok kerülnek sokkal inkább ilyen, nem is tudom, ilyen filmes zenévé, vagy valami ilyesmi, így lehet megfogalmazni. Ja, azt látni, hogy stílusban, meg ahogy mondod, is stílusban is nyittok, viszont országhatárok felé is nyittok, amennyire mondjuk nyitásnak lehet mondani azt, hogy ugye most másfél héttel ezelőtt Romániában voltatok, most Magyarországon, és ha minden igaz, a hónap végén mentek Kárpátaljára, Ukrajnába is. Merre nyitnátok még Európán belül? Igazából egyrészt most mindenképp csak a Kárpát-medencére törekszünk, ugye magyar zenét játszunk, és minden magyar ajkunak szól egyelőre. Nyilván, hogyha ha olyan ember, aki nem beszéli a magyar nyelvet, kedvet kap a mi zenénk hallgatására, annak nagyon-nagyon örülünk. Szeretnénk majd európai turnét, meg akár Európán túl is koncertezni, de egyelőre mindenképp mondjuk csak magyar ajkú emberek számára, aztán majd a jövő bármit hozhat. Norbi, köszönöm szépen, és egy óriási bulit kívánok a ma esti koncertetekhez, köszönöm. Nézzük bele a koncertbe! Elülni vagy állni kellőképpen, egy jó hát szél, ha volna, lehetek ilyen sétén szóban, a dolgoknak a sorokban, hogy a kalandi bázis.
teljes végén szóba, a dolgoknak a sarokba, hogy kakarni bár a zavarodtak. A fejemet leteszem, ugyanaz az ég volt. A kalapom igazítom, húzom a lábaim felé. Kacagok egy keveset, ugye milyen szép volt. Ha maradok, itt maradok, heverek az üvegnek fenekén. Gyere, vigyél magaddal, amíg tart a meleg délen. Szakszerűen eldülni, vagy állni kellőképpen. Jó!